Tisztelt államtitkár úr, idén is sikeres volt a július 23-ára meghirdetett LMBTQP propaganda felvonulás, tavalyihoz hasonló beelőzése és kiszorítása az Andrássy útról és számos szimbolikus közterületről, miután a Mi Hazánk, a HVIM, az Alfa Szövetség és más normalitás pártiak összehangolt akciójaként több helyszínre bejelentést tettünk az első lehetséges pillanatban, az adott napon 0 óra 0 perckor, a BRFK pedig kénytelen volt elismerni elsőségünket, így a legszimbolikusabb helyszíneken nem vonulhatnak a deviánsok. Az úgynevezett Pride szervezői hálát adhatnak a Fidesz kétharmados győzelméért, mert így a felvonulásukat hatóságilag nem tiltják be. Sajnos a Mi Hazánk az egyetlen párt, mely a homoszexuális propaganda rendezvény megszüntetését követeli, hiszen mi a mára mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadjuk el, a tiltást szorgalmazzuk. Ellenzékből nyilván nem lehet minden helyet, minden időre lefoglalni a deviánsok elől, de az eredetileg meghirdetett időpontban a legszimbolikusabb Andrássy útról való kiszorításuk és több más reprezentatív közterület megszerzése és visszadása a normális magyar családoknak komoly siker és jelzésérték, elég volt az LMBTQP propagandából. Nem kérünk a szerte a világból ide szervezett aberráltakból. Sokan terveztek ide utazni a már januárban meghirdetett július 23-i napra, azonban az elhúzódó jogvitával elbizonytalanítottuk legalább a tervezett deviancia turizmus résztvevőit. A BRFK azért kényszerült kitiltani tavaly az úgynevezett Pride-ot a felvonulásaik történetének legszimbolikusabb helyeiről, mert a Mi Hazánk mozgalom korábban lefoglalta, és a kúrián dr. Gaudi Nagy Tamás jogi képviseletének is köszönhetően sikerrel járt a rendőrséggel szembeni jogorvoslatával, így a Szivárvány misszió által, alapítvány által bejelentett Andrássy út, Bajcsi Zsilinszky út, Deák tér útvonalon nem vonulhattak az LMBTQP propagandisták. A deviáns felvonulás szervezői a kúriának írt keresetükben tavaly úgy fogalmaztak, idézem, az Andrássy út vonatkozásában szerzett elsőbség elvesztése a Budapest Pride rendezvény megtartását jelen formájában ellehetetleníti. Tisztelt államtitkár úr, amit a Fidesz kormány 12 éve nem tud vagy nem akar a felvonulás kapcsán, azt mi tavaly megoldottuk, és idén már kúriai jogorvoslat nélkül is igazat adott a rendőrség. Tehát miért nem tiltják be az LMBTQ-STB felvonulást? Várom érdemi válaszát és végre intézkedését is 12 éve. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr, mint említettem, a választ az elhangzott interpellációra Répási Róbert miniszterhelyettes államtitkár úr fogja megadni, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr. Az interpellációjának nagyobbik része véleménynyilvánítás volt egy konkrét rendezvényről, én erre nem kívánok reagálni. A szóban forgó rendezvényel kapcsolatban a belügyminisztérium a következő tájékoztatást adta a tárcánknak. A gyülekezési jogról szóló 2018. évi 55. törvény hatálya alá tartozó gyűlés megtiltásának okait a gyülekezési törvény 13. szakasz első bekezdése határozza meg. A hivatkozott rendelkezés értelmében a gyűlés megtiltásának kizárólag akkor van helye, ha megalapozottan feltehető, hogy a gyűlés a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül szükségtelen és aránytalan mértékben veszélyezteti, illetve mások jogainak és szabadságának szükségtelen mértékű és aránytalan sérelmével jár. A bejelentés tartalma, illetve a bejelentővel folytatott a gyülekezési törvény 11. szakaszában előírt egyeztetés alapján a budapesti rendőrfőkapitányság gyülekezési hatósági jogkörében eljárva a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján hozott döntést. Megjegyzendő, hogy a 2022. július 23. napjára érkezett gyülekezési tárgyú bejelentkezések vonatkozásában nem kellett alkalmazni a versengő rendezvényekre irányadó a törvény 12. szakaszában foglalt szabályokat. Kérem, szíveskedjen a belügyminisztérium válaszát elfogadni, kérem az általam elmondottakat tudomásul venni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A
Megkérdezem Novád előd, képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Parancsolja. Államtitkár úr, az időkerete felét sem használta ki, pedig azt gondolom volna bőven mondani való. Akár magyarázkodni való is, hiszen tavaly a kúria mondta ki, hogy az önök által irányított rendőrség törvénytelen módon velünk normalitáspártiakkal szemben az LMBTQP propagandistáinak próbált igazat adni, és próbálta az Andrássy utat nekik adni. A kúrián tudtuk azt csak visszaszerezni. De az önök által irányított rendőrség miért nem tiltja be ezt a felvonulást? Hiszen a garázdaság definícióját is kimeríti a homoszexuális propaganda felvonulás deviánsainak. Számos olyan kirívóan közösségellenes magatartása, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Államtitkár úr, ismerősek ezek a szavak, ugye? A szabálysértés a garázdaság definícióját idéztem lényegében. Ráadásul az utcán a gyermekek számára is látható LMBTQ propaganda elvileg már tiltott. De valójában miért nem? Ezekre miért nem válaszolt? Nem tudom elfogadni a válaszát.